A felvonulás mellett rövid műsorral is köszöntötték közönségüket a bánhidai szüreti felvonulás résztvevői. A Forgó Rózsa Népművészeti Központ csoportjai és a Tatai Cifra Tánc Együttes műsorát nézhették meg az érdeklődők. Nagyon sok réti a tevékenységünk, mi a Forgó Rózsa Népművészeti Központ vagyunk, és a Rosmaring Néptánc Egyesület. Egyrészt a bánhidai hagyományoknak a felélesztésére, őrzésére alakult meg ez az egész központ, illetve, hogy Tatabányán, aki ki szeretné próbálni a népi kultúra bármilyen ágát, az jöhessen hozzánk. Három komoly kézműves műhelyünk van, hatféle népi hangszert oktatunk, népi éneket és 8 korosztályban néptáncot. Évek óta nem volt már Bánhidán szüreti felvonulás, és szerettük volna, hogyha a bánhidaiak, illetve az egész város megismeri újra ezt a hagyományt. 3 gyermekünk van, akik szintén részt vettek a felvonulásban, nagyon élvezték ők is, és a társaik is, és fontosnak tartjuk azt, hogy a hagyományokat felelevenítsük, és ezáltal egy olyan értéket adjunk át a gyermekeink számára, amit mondjuk az internettől, vagy a számítógéptől nem kapnak meg, vagy kevésbé, és azért is vállaltuk ezt, hogy felülünk a lovaskocsira, mint bíró és bírónő, mert beletartozunk mi is a szervezőkbe, és ezáltal is szeretnénk példát és értéket átadni. A felvonulás után a felnőtteket táncmulatság várta a Puskin Művelődési Ház nagy termében.